A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmár csekén a himnusz kéziratát. Marcaliban, a művelődési házban kezdődött a megemlékezés Korsós Noémi szavalatával. Mivel az olvasásnak volt most az évada, jusson az eszetekbe Závada, Eszterházi Péter és Tandori Dezső, meg a többi potyaleső, de mindannyiunknak sok örömet szerző, kortárs magyar szerző. Hiszen írók nélkül az olvasás bajos, eszembe jut még Parti Nagy Lajos. Ha ők nem volnának, az olvasók komálnák, nem komálnák, kénytelenek volnának olvasni a románát, meg a többi griszrosz szerelmes füzetet. Marcali város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A város mindig büszke volt arra, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan csoportok, akik megértemlik a kitüntetést. Ma is ennek vagyunk tanúi. Nagy örömmel fogom átnyújtani a díjat, hiszen mindig olyanok kapják, akik példát mutatnak másnak, akik szolgálják a város és ezzel az egyetemes magyarság kultúráját. A Marcali Kulturális Központ 5. éve adja át, január 22-én a dr. Sütő László polgármester fővédnökségével alapított korzódíjat. Tulajdonképpen nem magunkat ünnepeljük, hanem az együttműködő partnereinket, illetve, ami a legfontosabb, a közönséget, akik részt vesznek a programjainkon. Egyébként ezt is szolgálja azt, hogy mindig szeretnénk kiemelni olyan partnereket, olyan személyeket, akik Marcali kulturális életében aktívak, és sokat tesznek érte, és munkájukat tulajdonképpen a korzódíjjal elismerni. A Kultúra színtere terjesztése című díj Szórádi Zsigmond szobrászművész alkotása, melyet Marcali kulturális életében aktívan résztvevő, azért sokat tevő személyeknek, közösségeknek adományoz az intézmény a Kultúra napi ünnepségen. A korzódíjat 2019-ben a Baglas Néptánc Együttes vehette át a Művelődési Ház színház termében. A Baglas Néptánc Együttes aktív résztvevője a marcali kulturális életének. Szerintem nincs olyan rendezvény, ahol ne találkozna a közönség a fellépőkkel, a táncosokkal, és nem csak a felnőttekkel, hanem az utánpótlással, a gyerekekkel is, ami számunkra is nagyon fontos, illetve a bemutatkozási alkalmak megteremtésével támogatjuk az ő munkájukat. Minden rendezvényünkön, kiemelt rendezvényünkön nem csak fellépőként, hanem sokszor szervezőként, együttműködő partnerként is segítenek, hiszen nagyon sok tanácsot, illetve választási lehetőséget kínálnak fel számunkra. A díjazott Baglas Néptánc Együttes a tőle megszokott magas színvonalú műsort mutatott be. A Korzó galériájában nyílt meg 2018-ról jelentjük című kiadvány és plakátkiállítás, mely a 2018-as év kulturális eseményeit foglalja össze. Névváltozást hozott az új év a kulturális életben. A kulturális törvény megszületésével jelentős változások történtek a közművelődés területén. Az egyik ilyen, hogy az új kulturális törvény meghatározta és konkretizálta azokat az alapszolgáltatásokat, melyeket el kell látnia egy közművelődési intézménynek. A másik pedig, hogy az intézmény típusokat kategorizálta. Besorolta, hogy mi lehet kulturális központ, mi lehet művelődési központ, művelődési ház, közösségi szintér, faluház. Mindezekhez rendelt egy infrastrukturális és egy személyi feltételt. Ezeket kellett megvizsgálnunk, és ezek alapján lett így a Marcali Városi Kulturális Központ, Marcali Művelődési Központ, ami nem egy visszalépést jelent a névváltozás, hiszen ez a kategória, a művelődési központ egy járási hatókört is jelent, tehát nem csak a városban, hanem a járásra is kiterjed a hatókörünk. Az idei évben is számos programot ígér az intézmény.
Évente átlagosan olyan 500-550 rendezvény valósul meg, vagy program valósul meg a falaink között. Természetesen ebben van olyan, amit mi szervezünk, van olyan, amiben segítséget nyújtunk, illetve közös rendezvények is vannak, akár civil szervezetekkel, vagy más intézményekkel. Ez a szám nem változik, ezt megígérhetem. Tehát ugyanúgy nyitott kultúra elvét követjük, mindenkinek segítünk, és mindenkit támogatunk. Folytatódnak ugyanúgy a nagy rendezvények, tehát az elmaradhatatlan borforraló vagy a Szüreti Fesztivál, ami idén kiegészül egy folk fesztivállal is. Ugyanúgy hangsúlyt helyezünk továbbra is a színházi előadásokra, hiszen annak a fogadtatása nagyon népszerű. Illetve amiben egy pici változás lesz, hogy a közösségfejlesztésre nagyobb hangsúlyt fogunk helyezni, ezért több szakkör és belső foglalkozás lesz különböző témában itt nálunk az intézményben.